Jó estét kívánok! Január 20-a van, és fél órán belül az Egyesült Államok elnöke lesz Joe Biden, ugye ő az Egyesült Államok 46. elnöke. A hivatalos forgatókönyveket ismerjük, de komoly feszültségek vannak az országban, úgyhogy lehet, hogy ez borul, történhetnek váratlan események is. Egyet tudok biztosan, készültünk témákkal, de készen állunk arra is, hogy bármi váratlan történik. Akkor azt kommentáljuk, ami a mai műsorban biztos, az a három vendég. Ismerjék meg őket. Ma este itt van Farkas Krisztina, a Jobbik szóvivője. Jó estét kívánok. Vadai Ágnes, a DK alelnöke. Jó estét, és Mesterházi Attila, a külügyi bizottság szocialista alelnöke. Jó estét kívánok mindenkinek. Megtörtént ma a ki- és beköltözés a Fehérházba. Erről készítettünk egy rövid összefoglalót, ezt megmutatjuk, és utána kezdődik a beszélgetés. Érzelemteli beszéddel búcsúzott Delaware-i otthonától Joe Biden. It's kind of emotional. Felelevenítette, hogy 12 évvel ezelőtt ő is Barack Obama várt az eskütételre, leendő alelnökként, illetve elnökként, amelyen még ott volt Beau nevű fia is, aki később agydaganatban elhunyt. And I'm honored. I'm truly honored to be your next... Igazi megtiszteltetés, hogy a következő elnök és a hadsereg főparancsnoka leszek. Mindig büszke fia maradok Delaware államnak, mondta Joe Biden. Biden a leendő alelnökkel, Kamala Harris-szel együtt vett részt egy megemlékezésen, amelyet a Lincoln emlékműnél tartottak, a koronavírus csak nem 400 ezer amerikai áldozata tiszteletére. For many months we have grieved by ourselves. Az amerikaiak sok hónapon át magukban gyászoltak, de mostantól elkezdődik az együttes gyógyulás ideje, jelentette ki Harris. Donald Trump ez alatt videóüzenetben búcsúzott az amerikaiaktól. I did not seek the easiest course. Nem a legkönnyebb utat választottam. Valójában ez volt a lehető legnehezebb. Nem azt az ösvényt kerestem, amelyért a legkevesebb bírálatot kapom. Kemény csatákat vállaltam magamra, a legkeményebbeket, a legnehezebb döntéseket hoztam, mert önök ezért választottak meg, mondta Trump, aki arra is emlékeztetett, hogy több évtized után ő volt az első elnök, akit nem indított új háborút. All Americans were horrified by the assault on our capital. A leköszönő elnök elítélte a Kapitólium két héttel ezelőtti ostromát. Arra kérte az amerikaiakat, hogy imádkozzanak az új kormányzat sikeréért, de Biden győzelmét most sem ismerte el. A műsor alatt folyamatosan látni fogják az ATV stratégiai partnere a CNN élőképeit a helyszínről. Egyébként rendelkezésünkre áll Bombera Krisztina itthonról, és Novák András kollégám, aki Washingtonban van, és a Skype-on keresztül kapcsolódik most be a műsorba. Szervusz Andris, engem leginkább az érdekelne, hogy te láttál már több ilyen ünnepséget. Mi az, ami a szokottak szerint megy, és mi az, ami idén rendhagyó? Hát a precedens teremtettek ezzel a biztonsági intézkedés rendszerrel, amit itt bevezettek. Erre még soha nem volt példa. Tehát az, hogy én itt vagyok két napja, és az előbb számoltam össze, 12-szer vizsgáltak át, csak azért, mert itt a Kapitólium körül dolgozom, de ugye ide is csak különleges engedéllyel lehetett idejönni. Azért ez egy nem egy szokványos történet, de hogy folyamatosan próbálják emelni a biztonsági szintet. Ugye arról volt már szó, hogy 25 ezer fős nemzeti gárda csapatot hoztak ide, de ezt megint tovább emelték. Ma délelőtt lezárták a metrót, tehát itt Washingtonnak ezen a részén nem mehet a metró. A Potomac folyóra most hajókat, járőrhajókat rendelt a rendőrség és a katonaság is. Emellett 4 kilométeres körzetben teljesen lezárták a várost, tehát Kapitóliumtól 4 kilométeres körzetben senki nem jöhet be kocsival, csak az jöhet be, akinek engedélye van, illetve az újságírók, illetve akik itt laknak. Most egyébként ők járnak ide fotózkodni, ez a legközelebbi pont, ahol meg lehet közelíteni a Kapitólium épületét, ez rettentő érdekes. Egyébként folyamatosan hoztak, ami még megdöbbentőbb, hogy például a határól, az úgynevezett Border Protectionből is hoztak embereket, több ezer úgynevezett határőrt hoztak, ők csatlakoztak a rendőrséghez, nagyon sok rendőrt hoztak ide. Egy perccel mielőtt kapcsoltak, András, képzeld el, hogy idejött egy bombakereső kutya, végignézte a statívot, végignézett engem, a ruhámat, végignézte a táskát, tehát hogy folyamatosan figyelik, hogy mi történik, folyamatosan koncentrálnak, hát ezt lehet érezni, óriási feszültség van. Ugye az FBI-nak voltak olyan üzenetei, hogy ismét támadás várható, ismét erőszakos támadás várható, sőt arról is volt információjuk, hogy lehet, hogy megtámadják az épületet, de eddig semmilyen nem történt, nem volt erőszakos cselekedet, tehát azt kell, hogy mondjam, hogy nyugalom van. Köszönöm szépen, nem András mozgása ilyen töredezett, hanem egy telefonvonalon keresztül adta le a tudósítását, úgyhogy ennek nyilván túlterheltek a cellák. Vissza a stúdióba. Én jól sejtem-e, hogy az az ember teszi most le a hivatali esküt, akinek a győzelmér önök mind a hárman szurkoltak? Így van?
egészen szerintem biztosan, biztos. De szerintem sokan mások is a világban, tehát nem csak mi vagyunk ezzel így. Az amerikai választópolgárok majdnem fele csalódott egyébként. Szóval, hogy ez nyilván önök között, hármójuk között ez evidencia, nem ennyire. Attól függ, honnét nézzük, szerintem Európából a többsége a politikusoknak. Miért jobb a magyar ellenzéknek Biden győzelme? Most, hogyha egy picit a pártpolitikától kicsit ellépünk, akkor azért Biden a multilateralizmusban eléggé hívő személyiség. Nagyon elkötelezett például a NATO iránt, vagy egyéb más ilyen együttműködési formák iránt. Trump meg pont ugye ezt a izolacionalista, befelé zárkózó, bezárkózó politikát folytatta, ugye a szlogenje is erről szólt, hogy hát Amerikát kell az első helyre tenni, mint hogy Magyarországon is ezt hangoztatják. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok változást fog hozni az amerikai külpolitika a következő hetekben, hónapokban Európa számára is. És egy nagyon másfajta politikai kultúra. Tehát én azt gondolom, hogy a kampányban is ezt láttuk, a beszédeibe is, az alelnök választás az kiváló, az fantasztikus, azt tudom mondani. Ez egy üzenet is, és ez egy nagyon fontos üzenet, azt gondolom. És valóban... Milyen szempontból? Ugye egy nőről van szó, aki ráadásul egy etnikumhoz tartozik. Nyilván a női szempont az legalábbis kettőnknek, de a Mesterházi Attilát persze ismerve, azt gondolom, hogy szerintem mind a hármunknak egy nagyon fontos üzenet. És ahogy Attila is jelezte, ugye az elmúlt években azért sokszor összeszorult a torka és a szíve az európai szövetségeseknek akkor, amikor az amerikai elnök megnyilvánult NATO ügyekben, talán emlékeznek a kedves nézők is, hogy milyen mondatok hangzottak el a ötös cikkely szerinti közös fellépés tekintetében. Mi azt szeretjük, és ez pártállástól független, azt gondolom, hogy az atlantista fideszesek is azt szeretik, hogyha egy nyugodt, kiegyensúlyozott, stabil Amerikai Egyesült Államok van a transatlanti kapcsolatban. Szóval lehet, hogy pártpolitikailag mondjuk messzebb van fideszes képviselőktől, de ott vannak atlantista képviselők, akik a NATO mellett elkötelezettek, és én azt gondolom, hogy ők is abban érdekeltek, hogy ez egy nyugodt, stabil szövetség legyen a két óceán partján. Ugye, az óceán két pártja. Kérdésben azt hangzott el, hogy mi biztos mindhárman szurkoltunk Trump győzelmének. Én ezt feltételeztem. Ha nem is szurkoltunk, de nagyon-nagyon kíváncsi. Mármint, hogy nem Trumpnak, azt, hanem Bidennek. Bidennek, bocsánat, természetesen ez nem egy freudi elszólás volt. Tehát inkább kíváncsian vártuk, hogy miként alakul az amerikai elnökválasztás. Ugyanakkor, hogyha mondjuk a véleményünk valamilyen szinten, vagy az elveink különböznek, és azért abban mindannyian egyetértünk, hogy a jogállamiság kérdésében, mondjuk a sajtószabadság kérdésében egyfajta stabilitás alakulhat ki. Stabilitásra van szüksége Európának, ugyanúgy az Egyesült Államoknak stabilitás kell a világnak. Biden ebből a szempontból nyilván jobb lesz, mint Trump, és hogyha mondjuk köti magát ahhoz, amit a korábbi beszédeiben mondott, hogy például az első intézkedése az lesz, hogy ő majd visszalép a párizsi klímaegyezménybe, akkor már egy olyan elnököt köszönhetünk, szerintem pontosabban egy olyan elnököt láthatunk, aki tartja az ígéretét. Ez most lehet, hogy így butaság, hogy már tartja az ígéretét, de mindenképpen megvan ebben is. És egyébként én kevésbé politikusan közelítenék ahhoz, mert ugye a Lady Gaga énekelte a himnuszt a beiktatáson, és ő egy ilyen szívhez szóló, igazán földhöz ragadt, mondhatni celebritásoktól és mindenféle nüanszoktól mentes dolgot írt le, hogy bízva abban, hogy a mai napon béke lesz, visszatér az a szellemiség, ami korábban elveszett, és mindez Bidennek köszönhető, és talán az ünnepségnek is köszönhető, és mindenki abban bízik, hogy semmilyen felfordulás nem lesz majd az Egyesült Államok. Ígérem, hogy innen folytatjuk, de az eskütétel utáni beszédét tartja most éppen Joe Biden, és Bombera Krisztina őt hallgatja, úgyhogy Krisztát szólítom most, és arra kérem, hogy foglalja össze, hogy eddig mi hangzott el az elnöki beszédben. Szervusz, Kriszta! Láttam, hogy nektek is kint van ugye a monitoron a beszéd. Csak mi nem halljuk. Így van, pont nem halljátok. A legfontosabbat hadd idézzem belőle. Azt mondta az új elnök, kérem minden amerikai segítségét abban, hogy az előttünk álló óriási kihívásokkal együtt megküzdjünk. Ugye ez az egyik legfontosabb, ami a súly ránehezedik most, hogy az országot egyesítse, hogy azokat az elképesztő feszültségeket, azt a polarizációt, amely jelen van most az Egyesült Államok közéletében, azokat tompítsa, megszelidítse azokat az érzelmeket, amelyeket alig két hete láttunk, ugyanazon a helyszínen, ahol most az elnök beszél. Andris, végig gondoltam közben, amíg hallgattam Joe Bident, hogy milyen sok szempontból rendben
rendhagyó, ez a mai beiktatás. Ha megengeded, akkor, ahogy így végig gondoltam, párat elmondanék. Az egyik az, amit ugye Novák Andris mondott az előbb, hogy háromszor akkora erőkre van szükség ahhoz, hogy a biztonságot fenntartsák a városban, mint valaha korábban. Az is elképesztő látvány, hogy nem lehetnek ott az emberek, az ünneplő tömegek, hogy amerikaiak, elképesztő mennyiségű amerikai ember halálának az árnyéka kíséri, és a Covid miatti biztonsági intézkedések kísérik a mostani beiktatást. Az is elképesztő, hogy először nincs ott 152 éve a leköszönő elnök, aki ugye távozott Floridába délután. Ma délután először nem kísérte végig a First Lady Melania Trump az új családot a Fehérházon, hogy mi merre van. Szerencsére jártak már ők ott korábban egy párszor, úgyhogy talán megtalálják a szobákat. Az is nagyon érdekes, hogy először nem ugyanaz eskedte az elnököt és az alelnököt, nem a főbíró, hiszen Sonia Sotomayort, az első latinó származás, legfelsőbb bírát kérte az alelnök Kamala Harris szimbolikusan, hogy őt Sonia Sotomayor eskedhessene, pedig a főbíra. Az is nagyon érdekes, hogy ugye alig két hete beégtek a retinánkba a képek erről a helyszínről, ahol az elnök jelen pillanatban is beszél, ahogyan ott füst van, és ahogyan ilyen szimbolikus maskarákban emberek megkérdőjelezték azt, hogy ez megtörténhessen ma. Az is nagyon fontos, hogy az ellenkezőjét is elmondjam, hogy most a beiktatáson ott van számos olyan republikánus vezető, szenátor, kongresszusi képviselők, akik pár nappal ezelőtt még azt mondták, hogy nem legitim Joe Biden, és most ott vannak, jelen vannak a beiktatásán. És az is nagyon fontos, hogy Mike Pence, aki 4 évig nagyon lojális volt az elnökhöz, és finoman szólva az utolsó napokban a kukába rakta az elnök, és nagyjából árulónak nevezte Mike Pence alelnököt, szintén jelen van ezekben a percekben a Kapitóliumban. Szépen, Kriszta, tehát lezárult a választás, hivatalba lépett az új elnök, és úgy tűnik, hogy tényleg egy új korszak kezdődött. És a mondatok, ezek integráló mondatok. Minden amerikai elnöke akarok lenni. Nem arról szólt a történet, hogy a haza nem lehet ellenzékben. Igen, de azt tudni, hogy azért ilyen megosztott Amerika még nem volt sohasem egyetlen egy beiktatáskor sem. Ez így van. Talán valaki talán még emlékszik rá, nekem egyébként, amikor az Obamát beiktatták, akkor szerintem nem ő mondta a jó beszédet, hanem McCain szenátor, aki elvesztette a választást, mert az a beszéd az egy nagyon példamutató beszéd volt, és most nem ilyen Amerikát vesz át Biden. Egy végletekig megosztott, hogy fogalmazott az imént, a Trump szavazók végletesen csalódottak. Én beszéltem egy-két amerikai ismerősömmel, és egy teljesen új jelenség van, hogy amerikaiak azt mondják, hogy ők el akarnak költözni Amerikából, mert jön a Biden, és akkor itt most mindennek vége van, és Amerika. Ez egyébként akkor is volt, amikor Trump hatalom. Igen. Igen. Igen, csak Kanadában nyújtottak be sokan bevándorlási kérvényt. Fordítottan azért nehéz Bidenre azt mondani, hogy ő egy ilyen militáns, nem kiszámítható, agresszív alkat lenne. Tehát én azt gondolom, hogy nagyon sok dolga lesz az otthoni politikai életben Bidennek addig, amíg ez a nem csak szimbolikus, hanem a gyakorlatban is visszatér az amerikai politika így a normálishoz, még akkor is, hogyha a tribalizmus az minden politikai közegre igaz az a világban mindenhol, de azt gondolom, hogy ez Trump, ezt nagyon-nagyon szétfeszítette ezt a társadalmat. Vannak-e tanulságai? Pont ezt akartam mondani, hogy oda milyen ismerős ez, ugye? Végletekig megosztott társadalom, emberek el akarnak költözni az országból, kibékíthetetlen ellentét, tehát ezt alapvetően itthon is látjuk, és talán én mondhatom meg nyilván, akik Bidennek szurkoltak, egy nagyon másfajta habitusú, nagyon másfajta kultúrájú ember. A választásai, amiket eddig hallottunk, hogy kik lesznek azok, akik egyébként ott fogják az ő munkáját segíteni, olyan embereket hoz be a kormányzatába, akik egy sokszínűséget is mutatnak. Lesz közöttük olyan, akinek van nyilván magyar kötődése, ezt nem tudom, hogy ez jó-e vagy rossz-e. Azt azért láttuk az elmúlt években, hogy a korábbi amerikai nagykövet az igen erőteljesen beintegrálódott a magyar kormányzati struktúrába. Nagyon szeretném remélni, hogy olyan nagykövet érkezik, aki azokat az elveket, amiért mi az Amerikai Egyesült Államokat nagyon tiszteljük, amiről egy szó esett, a sajtószabadság, a vallásszabadság, a szólásszabadság, ezeket számon fogja kérni,
minden kormányon, mindenkin, tehát ezt számon fogja kérni úgy a mostani kormánypárton, mint az ellenzéken is. Én abban reménykedem, hogy Európában és Magyarország tekintetében is egy nagyon másfajta stílus és másfajta korszak fog megérkezni, és nem az lesz, hogy kisgatyába üldögélnek majd diplomaták, és beszélgetnek arról, hogy mi Magyarország sorsa. Hadd emlékeztessek mindenkit arra, és így ígérem, hogy Krisztina folytatja, hogy Orbán Viktor Putyin elnök egyik legkíméletlenebb bírálója volt. Majd aztán a külpolitikával mégiscsak sikerült befordulni Oroszország mögé. Ez nem elképzelhető most, hogy néhány év külpolitikai munkával egyszer csak Joe Biden lehet Magyarország nagybarátja? Magyarország befordult Joe Biden mögé? Hát a felméri a viszonyokat, nem, hogy tulajdonképpen árthat, vagy nem árthat. Visszavonja Szijjártó Péter a videóját például, amire én azt gondolom, hogy Orbán Viktor egy eléggé pragmatikus vezető, sőt, ennél lehetne durvábban is fogalmazni, tehát én nem zárom azt ki, hogy ha érzékelik azt, hogy ez a helyzet mit hoz az ő számukra, akkor változás állhat be a hozzáállás tekintetében. De én azért megfordítanám, hogy ehhez kell ugye egy másik oldali partnerség is. Azért még emlékszünk arra, amikor mind republikánus, mind demokrata párti elnökök azért tartottak egy-két lépés távolságot a Fidesz kormánnyal szemben, akkor, amikor úgy érezték, hogy azokat az alapelveket, értékeket, amelyeket ők osztanak, ezt Magyarország nem tartja, vagy a magyar politikai vezetés nem tartja tiszteletben. Ettől független azért vannak Varga Petük a külpolitikába, félreértés ne essék, meg a gazdasági érdek is sok mindent felül tud írni, de én mégis egy sokkal kritikusabb amerikai külpolitikára, vagy külügyminisztériumra számítok, mint ami eddig, ahogy Ági is mondta, jellemző volt, hiszen a korábbi amerikai elnök az inkább csak dicsért, vagy nagykövet inkább csak dicsérte a fideszes kormányzatot. Ez szerintem most sokkal kritikusabb lesz Magyarország tekintetében. Most tartunk néhány perc reklámszünetet, hogy mivel terveztük folytatni, azt tudom, hogy mivel fogjuk, azt mi most közben megbeszéljük. Az biztos néhány perc, és jövünk vissza. Joe Biden esküdtett az Egyesült Államokban, erről beszélgettünk a műsor első felében, a stúdióban Farkas Krisztina, Vadai Ágnes és Mesterházi Attila. És most azzal folytatjuk, már hazai vizekre evezve, de közben láthatják többször az élőképet Washingtonból, és ha bármi történik, akkor visszaváltunk arra a témára. Szóval, hogy itthon a szállodaszövetség cáfolta, visszavonta azt a nyilatkozatát, ami szerint a kormány azt kérte tőlük, arra utasította őket, hogy pünkösdig ne nyissanak ki a magyar vendéglátóhelyek. Ezzel megyünk tovább. Üres medencék és bezárt kávézó, nem hétköznapi látvány ez ebben a négycsillagos zalakarosi hotelben. A szálloda november 10-e óta csak üzleti céllal érkező vendégeket fogadhat. Reményeink szerint nyáron indulunk. Ma szerintem a nyár az a reális, de legrosszabb forgatókönyv. A kormányzati kommunikáció és a Magyar Turisztikai Ügynökség tájékoztatása szerint a jelenleg érvényben lévő korlátozások valószínűleg pünkösdig fennmaradnak. Ez áll abban a levélben, amit a Magyar Szállodák és Éttermek Szövetsége küldött körbe az érintetteknek. A levelet a Kormányzati Tájékoztatási Központ és a Magyar Turisztikai Ügynökség alaptalan és felelőtlen rémhírnek nevezte. A szövetség azóta visszavonta a leírtakat. Természetesen visszavontuk, mivel nagyon megnyugtató volt számunkra, hogy a kormányzat úgy gondolja, hogy ez nem így van. Megkerestük a Magyar Turisztikai Ügynökséget, azt írták, a külföldi és a belföldi turizmus újraindulása két különböző dolog. Ez előbbi nyártól már megindulhat, erről beszélt a vezérigazgató is. A magyar szállodák és éttermek viszont korábban a tömeges oltás elindulásával újra nyithatnak. Azt nem tudjuk, hogy ez mikor kezdődhet el. Ugye nyilván remélni azt lehet, hogy ez nem tart pünkösdig, de cáfolni. Tehát van valaki ebben az országban, aki tudja, hogy mikor ér véget a pandémia, mikor lesz olyan a helyzet, hogy ki lehet nyitni a vendéglátóhelyeket? Tudja, se árulja. Nem tudom, hogy Gulyás Zoltánnak a bejátszóban mikori a megszólalása. Én direkt megnéztem a turisztikai ügynökségnek a honlapját. Január 11-én mondta azt, hogy reményeink szerint áprilisban már nyithatunk. Akkor volt egy április, most a pünkösd az május 23-a, és ezt is cáfolták. Tehát kihibázott Fleisch Tamás, honnan jött az információja? Miért ad ki ilyen körlevelet, ha nem tud olyat? Nyilvánvaló, hogy ebből neki nehézségei származhatnak. Van olyan ember, aki tudja, hogy mikor nyitunk, vagy szkábbi olyan, hogy mikor leszünk platóna járványjal, vagy mikor voltunk platóna járványjal? De én is csak kérdezni tudok ez ügyben.
Mondjuk a miniszterelnök úr megmondta tavasszal, hogy május 3-án lesz a tetőzés, magyar, és akkor volt. Beszélt a vírussal. Igen, és nyáron nem támadott. Na, de ez vicces, így. Ez így vicces. Nem, ugye minden visszavezethető oda, hogyha látható lenne mindenki számára egy oltási terv, egy ütemterv, akkor nagyjából be lehetne lőni egy dátumot hát ez is. Van. Mondják, hogy van, de nem láttuk, nem tudunk róla. Szerintem kellene, hogy nyilvános legyen, hogy legalább azt lehessen látni, hogy körülbelül mikorra várható az a tömeges oltás, amiről a kormány beszél. És ugye lassan lejár a 90 napos rendkívüli jogrend, várjuk azt, hogy történik-e valami, vagy egyszer csak vége lesz, és nem, jelen pillanatban nem tudunk semmit arról, hogy a kormány mit tervez. Szerintem az alapvető bizalmatlanság az, hogy az emberek gondolnak valamit, leírnak, az vagy abból fakad, hogy kapnak valami információt, vagy abból fakad, hogy nézik az össze-vissza nyilatkozatokat, amit az operatív törzstől a kormányzati kommunikációs központon át itt már minden kormánytag, meg nem kormánytag, csak kormányközeli ember mond, és ebből összeraknak valamit. De ilyet a kis ujjunkban nem szopunk ki, hogy pünköstkor nyithatunk. Hát de ugye elhangzott április, elhangzott nyár, ez valahol a kettő között van. De most lehet, hogy ez ilyen álmodozás volt, hogy ez legyen, de azt szerintem ma azt senki nem tudja megmondani, hogy mi az a legkorábbi időpont, amikor lehet nyitni. Lehet aztán, hogy van a kormánynak olyan szerve, ahol ülnek, és ők pontosan tudják, hogy milyen ütembe fognak oltani, csak szerintem ezt lassan meg kellene osztani az állampolgárokkal, és mégiscsak ők fogják kapni az oltást. Ja, hát vélhetően azért kéne tudni a Vadai Ágnes 34 éves jogász végzettségű DK-s politikusnak, hogy neki 2021. április 8-án 15:30-kor kell megjelennie a 13. kerületi házi orvosi rendelőben. De azt tudja ezt bárki? Tudja azt, hogy ez Ausztriában ez így van? Hát Ausztriában az is meg van határozva, terve. Hogy 5 kilométernél távolabb nem lehet az az oltóállomás, ahol neki be kell menni. És hogyha van valami tévedés, akkor mondják, hogy elnézést, akkor átsoroljuk magát egy másik oltóállomáshoz. Én azt gondolom, hogy a kormány erőltetni akarja a nyitást, ez látható, hiszen a gazdaságban nagyon sok napi veszteséget jelent az ugye, hogy le vannak zárva bizonyos szektorok. És én úgy látom, hogy nagyon erőltetik ezt a kínai vakcinát, tehát úgy látom, hogy attól várják a helyzet megoldását, hogy majd a magyar hatóság jóvá hagyja, vagy engedélyezi ezt a kínai vakcinát, és akkor Kínából be tudnak hozni milliós nagyságrendben vakcinákat, és akkor valóban egy tömeges oltás lehet elrendelni, és hogyha ez megvan, akkor ezek után könnyebb esetleg nyitni, mert az emberek is könnyebben elfogadják. Én azt gondolom, hogy ebben azért óvatosabban kellene eljárni egészen. Biztosan politikai nyomás alá nem szabad helyezni a hatóságot, és szerintem érdemes lenne megkérdezni a kínaiakat, ha már Szijjártó Péter állandóan ott van, hogy a kínaiak miért nem kérik az európai hatóságnak az engedélyét? Tehát miért nem akarják engedélyeztetni az Európai Uniós hatósággal is ezt a 1-2-3 kínai vakcinát? Tehát az a baj, hogy miközben amúgy is van egy oltásellenesség vagy félelem az emberekbe, aközben ezzel a kínai vakcinával való kommunikációban én úgy látom, hogy még jobban elbizonytalanítják az embereket, holott pont fordítva kéne, hogy eljárjanak. Izraelben olyan profi tájékoztató honlap, kampány van az oltásról, a vakcinákról, melyiknek mi a hatása. Itt milliárdokat költenek el mindenféle hülyeségre. Érdekes módon itt nem tud összerakni a kormányzati tájékoztatási központ egy értelmes tájékoztató honlapot, hogy melyik micsoda, milyen ütemben, hogy az Ági mondta. Meg az is nem szabad nyomás alá helyezni a hatóságot. Nem, hogy egy éve itt nyomás, vagyunk. Hogy a miniszterelnök azt mondja, hogy a vakcina itt van, már csak a papír hiányzik, és akkor várja. Lassan egy éve itt vagyunk a Covid-ban szerintem, és az egész krízis kommunikáció egy elrontott dolog. Nem tudtuk az elején azt, ugye kezdődött az iskolák bezárása, vagy mondjuk azt, hogy online oktatásra. Nem tudtuk azt, beszéltünk már, hogy mikor van platón a járvány, akkor nyáron nyitottak, szeptemberben vaciláltak, hogy most akkor zárjanak, ne zárjanak, a középiskolások nem mennek, online vannak, a kisebbek pedig iskolába járnak. Mi dolgozunk, hol home office-ban vagyunk, most itt beszélgetünk. Ez is egyfajta katyvasz, és lehet,
hogy az emberek többsége unja is már azt, és hiteles, megérthető szakemberekre van szükség. Tehát az operatív törzs micsoda, egy Muppet Show, vagy inkább azt mondom, hogy egy viccparádé és tragikomikus. Tehát nem, ebben nem tudsz bízni. Nem tudsz bízni abban, amit mondanak, mert nem mondanak semmit. Bejelentenek valamit, hogy majd aztán bejelentenek valamit. És egyébként a kínai vakcina, meg nagyon szép, hogy elmentek az ODJ-nek a szakemberei Kínába, és megnézték azt, hogyan gyártják a vakcinát. Nem, és ott lehet minden szép és nagyon jó, de azt nem mutatták meg nekik, hogy mi van ebben a vakcinában. Úgy azért tolják, hogy majd, ha itt van a kínai vakcina, nem tudom, miért nézel, itt te láttad, vagy tudod? Tehát, nem, ha itt van a kínai vakcina, akkor majd beindul a tömeges oltakozás. Beindulhat. Én azt gondolom, hogy nyilvánvalóan azt világosan látjuk, hogy ez a járvány magától nem fog megszűnni. Ennek az ellenszere a biztonságos oltás. Azt láttuk, hogy kik azok a cégek, akik benyújtották és megkapták az engedélyt. Ha a kormányzat politikai okból, vagy azért, mert ahogy az Attila mondta, nagyon gyorsan nyitni akar, mert elszórta a pénzt minden hülyeségre, ahelyett, hogy kezelte volna a gazdasági válságot, és az abból fakadó szociális válságot. Tehát a erőteljes politikai nyomás fog érkezni, hogy egyébként oltassák be magukat a most érkező kínai vakcinával, ugye amiről beszélünk, az nem fog megtörténni. Tehát egyszerűen azért, mert nincs bizalom, pont amit te mondasz. Mert nem szakemberek állnak ki és mondják el, hogy egyébként megnéztük, rendben van, jól van, az Unió engedélyezte. Ma a kínai vakcina kapcsán kettőféle álláspontot is olvastam, két virológustól, két magyar virológustól. Tehát akkor mondja meg nekem valaki, hogy mi alapján döntsek. Teljesen természetes, hogy az emberekben van egy egész idegenkedés. A kormánynak az lenne a dolga, hogy építse a bizalmat. Ehhez az kellene, hogy ne öltönyös, vagy kiskosztümös hölgyeket, urakat küldjön ki, hanem orvosokat. Van egy plakátkampány, minden élet számít. Ez nagyon jó, csak sajnos egyrészt kevés, meg nem azt látjuk. Még, és ami nagyon fontos, amiről beszéltünk már itt is korábban a stúdióban, a járvány egészségügyi tragédiája mellett kellene kezelni a gazdasági, a szociális válságot is, ami most már egyre nagyobb, és azt a nyomást is, ami az állampolgárokon rajta van, amiről te is beszéltél, bocsánat, hogy nagyon unják már, hogy otthon kell lenni. És még egy mondat, elnézést Attila tőled, és hogy kommunikáció, nem tudom, mennyire nézitek a köztévét, vagy mondjuk így inkább, hogy állami tévét. Hányszor hangzott ott el az, hogy oltassuk be magunkat? Az ő kommunikációkban sem ez van. Mi van? Regisztráltatni kell. Nem az oltás, az oltakozás, hanem a regisztrációra hívják fel a figyelmet. Szerintem ez is nagyon nagy. A labornak tekintett dolog. Ausztria közrádiójában és köztelevíziójában rendszeresen mennek azok a spotok, amik arra hívják fel a figyelmet, hogy az oltás biztonságos és szükséges. Az oltás. Nem pedig a regisztráció. Facebookon az, hogy most oltatsz vagy nem oltatsz, az magánügy. A Facebookon csináltam a hétvégén egy szavazást, hogy ki mennyire bízik a kínai vakcinában, mik az aggályok, és 10 000 ember válaszolt, tehát nem reprezentatív, de viszonylag sok ember reagált. És ugyanaz, amit mi itt elmondunk, ugyanezt érzik a választópolgárok is. Kevés az információ, nincs bizalom, nem hiteles a kormány kommunikáció, stb. És még egyet azért fontos megegyezni, hogy a kínai vakcina nem egy modern eljárással készülő vakcina. Tehát annyit tudunk róla, hogy nem ugyanazzal az eljárással csinálják, mint a nyugati vakcinákat. Tehát én ezért, ha választhatnék, egészen biztos, nem a kínai vakcinát választanám. Kettő, hogy itt beszéltünk a Szállodaszövetségről, én egyet nem értek, hogy azért, amit az Ági mondott, most kicsit erre a területre koncentrálva, teljesen magára hagyták a vendéglátóipart, a turizmust és a szállodaipart. Tehát az érdekképviselet vezetőjének kalapáccsal kellene verni a miniszterelnöknek az ajtaját, hogy tessék valamit adni az éttermeseknek, azoknak, akik ezekben az idegenforgalmi szektorban dolgoznak, mert egyszerűen nem tudják már megtartani a munkásaikat, a pincért, a séfet, a stb. Tehát, és nem úgy nyílik egy étterem, hogy pénteken még zárót, hétfőn lehet, kitakarítunk, aztán hétfőn indulunk. Egy nagy francot, egy csomó eljárás, engedély, sok minden kell. Tehát nekem egyre inkább az az érzésem, hogy itt megint van egy mögöttes fideszes szándék, hogy a jó éttermeket le akarják nyúlni, a jó szállodákat le akarják nyúlni a saját érdekkörüknek, és addig hagyják ilyen helyzetbe ezt az egész szektort, amíg maguknak a gyöngyszemeket ki nem mazsolásszák, meg nem veszik, majd utána segítenek. Hát az egy pletyka, de mondják, hogy a szállás.hu vagy nem tudom micsodán a Mészáros Lőrinc szállodáiba megnövekedett a foglalás, amikor hétfőtől bejelentették azt, hogy kifizetik, hogy kormány a fog
elfoglalt helyeket. Az előző napok állítólag fölfutott ez. Tehát én azt mondom, hogy a kormánynak segítenie kellene ezeknek az embereknek, mert egyszerűen komoly katasztrófa lesz ezen a területen. 3 percünk maradt, és szeretnék most egy témát behozni. Akkor el kell engedni. Mert ez európai szempont, és az Európai Unióhoz kapcsolódik. Ugye ma azt majdnem biztosan tudjuk, hogy valami passz kell majd ahhoz, hogy utazni lehessen, mert ezt több légitársaság is belengedte. Ugye az Európai Unió, az Európai Gyógyszerügynökség által jóváhagyott vakcina beadása kapcsán szerintem ilyen probléma nincsen. Én például azt a kérdést vetettem fel a Facebook oldalon, hogy mi van akkor, hogyha egy olyan vakcinával oltanak Magyarországon, amit csak Magyarországon engedélyeznek. Ez lehetővé teszi-e majd a magyar állampolgárok számára az Európai Unió területén történő utazást? Vagy a tagállamok azt fogják mondani, hogy no, csak olyan paszt fogadunk el, csak olyan vakcinát fogadunk el, amit az Európai Gyógyszerügynökség jóváhagyott. Ezekkel a kérdésekkel kellene a kormánynak foglalkoznia. Tehát lehet azt mondani, hogy akkor oltás van a kínaival, legyen. Én bízom a magyar, senki ne értse félre, szerintem bízunk a magyar orvosokba. A magyar kormánypolitikusokba nem bízunk. És ez a bajuk egyébként a választóknak is. Ez is nagyon bánt, hogy ezt az egészet az ellenzékre kenik rá, hogy az ellenzék miatt nincs meg az oltási terv, az ellenzék tehet arról, hogy kevés a vakcina, a Brüsszelre fogják, az ellenzék tehet arról, hogy az emberek óckodnak az oltástól. Nem az ellenzék tehet erről, ők tehetnek erről a gyalázatos válságkommunikáció. Csak hozzáteszem, hogy a Szállodaszövetség elengedtük az utolsó témát egyébként, úgyhogy ezt az 1 percet még fordítsuk el. Akkor maradjunk magyarul. Egyébként a Szállodaszövetség dátumára is a kormánypárti sajtó azt mondta, hogy ez az ellenzék akta munkája, hogy ezt a pünkösdi dátumot. Mi beszéltünk Flash Tamással arról, hogy... Én ezt nem tudom. Ott van viszont egy létező dilemma, hogy gyakorlatilag az oltásnak most a gyártói kapacitás szab határt, ami szűkös. Ott áll az egész világ, és gyakorlatilag ami vakcina kimegy a gyárkapun, azt elviszik, és valahol valakinek beadják. A kormánynak van 2 lehetősége. Az egyik, hogy sorban áll vakcináért, és kivárja azt, amíg a Pfizer tud elegendőt gyártani, és még mindazok, akik megkapják az engedélyt, vagy keres, lehet, hogy nem olyan jó, de mégis alternatív megoldást, ami a semminél nagyobb védettséget jelent. András, hadd kérdezzem meg, hogyha ezt mondják neked, hogy a gyerekeidet érti, András, magának nem jut az a nyugati, van ez a nem túl jó, de mégis valamennyire jó, beoltatnád a gyerekeidet? Nem a választ akarom megkerülni, ugye a gyerekeim nem kockázati csoportba tartoznak, mert de értjük szerintem, hogy miről beszélünk. Ha az idős szüleimről lenne szó, lehet, hogy elgondolkoznék rajta. Tehát, hogyha az lenne, hogy 1 évet kell várni a nyugati vakcinára, vagy itt van most az orosz. Nem kell 1 évet várni, mert a Pfizer, tehát megmondták, hogy Pfizerből 6,6 millió érkezik az év végéig. Tehát, és ezen kívül nem csak ez van, hanem a Modernának is, több más vakcina. Tehát sokféle, bocsánat, nem szeretnék egy céget kiemelni. Ugye most azért csökken majd a jövő héten egy picit a szám, mert átállnak egy másfajta gyártásra, hogy utána több jöjjön. Tehát én azt gondolom, hogy az Európai Unió sokkal nagyobb mennyiségű vakcinát vásárolt, mint amennyi elég az egész Európai Unió beoltására. Tehát évvégéig ez meg lesz. Az a kérdés, szerintem itt a Szállodaszövetség kapcsán is, hogy amit a kormány elhibázott az elmúlt hónapokban, a gazdaság területén, azt lehet-e ember élet állámra hozni? Szerintem ez egy kérdés. Mint 11 ezer halottnál tartunk. Így, ez a az a helyzet, amíg mi itt beszélgettünk, az alatt Joe Bidenből az Egyesült Államok 46. elnöke lett, és még egy csomó izgalmas témát szóba hoztunk. Köszönet érte Farkas Krisztinának, Vadai Ágnesnek, Miklós Mesterházi Attilának, önöknek meg a figyelemért. Minden jót, viszontlátásra!